Nagyszerű labdarúgó időben fogadta János Somorja a Győr Ladamér gárdáját a megyei labdarúgó bajnokság 22. fordulójában húsvét vasárnap. Mi voltunk az esélyesei a találkozónak természetesen. A János Somorja kék mezben, míg a Győr Ladamér piros feketében lépett pályára. Az ifi csapat 32-2-es elsőprő győzelemmel hangolt erre a találkozóra. Szűcs Kristóf egymaga 12 gólt szerzett, míg a nagyoknál változás történt a keretben. Szalai és Drobnis is a kezdőben kapott helyet ezen a találkozón. 2 percet kellett várni az első komolyabb lehetőségre a hazaiak részéről egy kiugratás után. Előbb Drobnis az, aki helyzetbe kerül, aztán Sebők ismételhet nem sokkal később, nem nagyon tudtak tisztázni a 16-oson belül a vendégek. Aztán a tűzijátéknak vége szakad. 3 perccel később egy válasz a vendégek részéről, azonban Méri Balázs sípőcbe vezette a labdát. 9. perc. Sebők kavargat a szélen, középre ad. Hegedűs megnézhette a hosszú oldal, de nem találta el. Ez a helyzet is kimarad. 5 perc múlva újabb János Somorjai helyzet. Egy középre adott labda, ami megpattan a sorfalon, a kapus pedig szerencsétlenül ér hozzá. Kompis jókor jó helyen. 1-0-ra vezet a János Somorja. Szerencsés gól. A sorfalon is megpattan a labda, aztán utána nincs szerencséje Babos Tamásnak sem. Pont Kompis lábára üti. Neki igazából más dolga nincsen, csak besodorni a labdát. 14 perc elteltével 1-0-ra vezetett tehát a János Somorja. Nem elégedtek meg a kékek ezzel az eredménnyel. Egy kombináció után Hegedűs indul meg. Átverekszi magát még egy védőn, középre is tudja tenni. Ott érkezik Drobnics. Szerelik az utolsó pillanatban, ajtóablak helyzet volt. Ez is kimarad. 2 perccel később. Egy kis szöglet után újabb gólt ünnepelhetne a hazai közönség, de Kompis lesen találja az asszisztens, így aztán nem érvényes a találat. Egy nagyon kellemetlen szituáció, Sipőc megsérül, rosszul érkezett a lábára, le is kellett cserélni a helyén Bári Dávid. Először nem tűnt súlyosnak a sérülés, de cserére volt szükség. Innentől tehát Bári a hazai kapuban. 5 perc múlva Gajdos fejjel, éledezik a Győr Ladamér is, nehezen találták a játék ritmusát, a fél idő fele elment, mire egy komolyabb próbálkozásuk lehetett. Ékes rögtön válaszol is rá egy lövéssel, elkerüli a Győr Ladaméri kaput. 33. perc, egy indítás, ismét a szélről próbálkozunk, ellökik Drobnicsot, de így kerül helyzetbe Sebők, 2-0-ra vezetünk. Kopf volt az, aki belöbbölte a védők mögé a labdát, onnan Winter középre teszi, Drobnis nem tud játékba avatkozni, mert taszítanak rajta egyet, így azonban tökéletes a labda Sebőknek, aki nem hibázott közelről. Már 2-0-ra vezetünk. Gyadogatás után Sebők a szélről húz középre, Drobnicsot játsza meg, a lövés azonban erőtlen, belsővel próbálta eltenni a kapus mellett, nagyon középre ment a labda, és nem is volt benne erő. Maradt továbbra is a 2-0. Újabb szöglet, inkább ezekből volt veszélyes az ellenfél, ez gólt is eredményez. 1 perccel az első félidő vége előtt Huszka nagyszerű labdát kap a hosszú oldalon, nem sokat teketóriázott, egyből kapura küldi. Bárinak nem sok esélye volt, óriási a tömörülés, pirosak, kékek egyrakáson. Ebből a káoszból született a Győr Ladamér szépítő gólja. És amikor már fejben mindenki az öltözőben, akkor Szalka még egy kiugratással próbálkozik, nagyszerű labdát a Drobnicsnak. A közelében senki rávezeti a kapusra, csinál még egy higgadt cselt is, és a hálóba emel, hogy ne legyen olyan szoros az első félidő vége. A 46. percben 3-1-re módosul a találkozó állása, Szalkát dicséret illeti mindenképpen a kiugratásért, nagyszerű labdát ad, Drobnics pedig közelről nem hibázott, higgadtan fejezi be a fiatal támadó az akciót. A második fél időt ott folytattuk, ahol az elsőt abba hagytuk, Szalai tesz középre, Kompis Lukat fejjel, így jó a labda Nagynak. Talán itt is szerencsénk van egy kicsit. A Nagy nem hibázott közel. Az 50. percben már 4-1-re vezetünk. A helyzet igazából abból alakult ki, hogy Kompis nem találta a labdát fejjel. Nagy pedig két védő között is kényelmesen a hálóba passzolhat. Már 3-mal vezetünk. Szeretne válaszolni a vendégcsapat 5 perccel később. Egy lövés 25-ről. Nem okozott problémát Bárinak. Középre ment, erő sem nagyon volt benne. Ismét játékban a János Somorja, 61. perc, Winter lefordul két ember között, tovább teszi, nagyszerű lenne a kiugratás, ha nem Harsanna sípszó. Újabb lesgól, már a második a találkozón, ez éppen Drobnis nevéhez fűződik. A 63. percben aztán nagy helyzetben fölé pörget, a meglátás mindenképpen dicséretes, nem akarta erőből ellőni. Fantáziadús megoldás volt, csak éppen eredménytelen.
Szalka szabadrúgás mögött próbálna elvégezni, aztán nem várja meg a sorfalat, hanem inkább a kiugratást választja ismét, és nagyjal lövet egy gólt. Sokadik gólpassza már Szalkának a találkozó, nagyon hasznosan játszott az egész mérkőzésen. Most éppen nagy köszönhet meg neki egy újabb találatot. Nagyszerű helyzetfelismerés, pontos labda, Nagy pedig higgadtan elpörgeti a kimozduló kapus mellett. 5-1-re vezettünk már ekkor a 64. percben. Látszott, hogy esélye nincs a vendégcsapatnak. Szögletekből, pontrugásokból tudtak helyzeteket kialakítani, most éppen Bári szaladt alá a labdának, ezzel meglepte a támadókat, és nincs gól. Van viszont újabb János Somorjai helyzet. Mikhely lép ki, egy kicsit hosszan veszi át, így aztán csak az oldalhálót találja el. De a helyzetek tekintetében is nyomasztó fölényben a János Somorja az egész találkozón. Belül az utolsó 10 percen. Nagy cipeli a labdát, nem passzol, átviszi egy emberen, a második sem tudja szerelni, előtte gurul ide-oda a játékszer, aztán szöglet sem lesz belőle, mert a kapus felszeli, látványos volt, hogy hárman sem tudták szerelni nagyot, óriási fizikai fölényben a támadó. Most is jó labdát kap, és kis szerencsével talán a kapu felé is pattahatott volna. Ez a helyzet is kimaradt, 2 percen belül 2 óriási nagy helyzet. És az újabbra is csak 2 percet kell várni, keresztbe elviszi, betör a 16-oson belőre. A lövés azonban céltéveszt. 6 percen belül kis túlzással 3 gólt is lőhetett volna Nagy Gergely. Most ő az, aki sarokkal visszateszi Szalkának. Ő kiugratja Hegedüst, Zitzer. Hegedüst pedig nem hibáz. A 90. percben 6-1-jel beállítja a találkozó végeredményét. A helyzetek tekintetében akár nagyobb arányú is lehetett volna a győzelem, de ne legyünk telhetetlenek. Látványos, szép játékkal, nagyon meggyőzően tehát. Kiüti a Győr Ladamér gárdáját a János Somorja, és maga biztosan őrzi a második pozíciót. A Győr szemere mögött a tabellán, attól 5 pontra lemaradva. A hármas ipszónak inkább a vendégek örültek jobban, hiszen ez azt jelentette, hogy nem kapnak több gólt ezen a vasárnapon. A következő hazai mérkőzésre nem kell sokat várni. Szerdán 18 órakor János Somorja, Győr szemere, csúcsrangadó a megyei első osztályban. Ez most éppen a megyei Magyar Kupa döntője lesz. Egy mérkőzés dönt tehát a kupáról. Itthon szerezhetjük ezt meg a bajnok esélyes Győr szemerével szemben. Hát nagyon el vagyok keseredve. Hát nem ezért jöttünk, hogy 6 gólt kapjunk. Én merész álmaimban egy döntetlenben reménykedtem. Csak aztán szombat délután és vasárnap délelőtt kaptam sorba a játékosoktól a telefonokat. Meghúzódtam, belázasodtam. Volt, akinek 5 sárgája volt. Volt, akinek kiment már 5 hete a bokája. Az Ördög Józsi sérülten játszott. Tehát olyan morális problémák vetődtek fel most hirtelen a csapat körül, hogy ezt sajnos az eredmény hülyen tükrözi. Mindenképpen úgy szerettük volna kezdeni a mérkőzést, nem lebecsülve a Győr Ladamérnak a játékerét, hogy gólt vagy gólokat szerettünk volna rúgni az első fél időbe. Rúgtunk is 2-t. Aztán egy szögletből sikerült egy gólt kapni, de hál' Istennek tudtunk rá válaszolni, és nyugodtan vonulhattunk az öltözőbe. Azt gondolom, hogy akik ma játék lehetőséghez jutottak, gondolok itt a fiatal Drobnis Tamásra, vagy a Szalai Zsoltira, azok éltek a lehetőséggel, és megmutatták azt, hogy hosszú távon lehet rájuk számítani. Persze minden mérkőzés más, meg voltam elégedve a játékosoknak a hozzáállásával, és a játékával is a mai mérkőzésen. Azt gondolom, hogy kiszolgáltuk a hazai közönségünket.